központi költségvetésben az idén is 700 millió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására. Ebből az összegből 600 millió forint az önkéntes tűzoltó egyesületek, 100 millió pedig a mentőszervezetek fejlesztésére fordítható. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével közösen pályázatot írt ki. A hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületeknek március 29-éig kell eljuttatniuk pályázati anyagukat az illetékes tűzoltó parancsnokságra. A pályázati lehetőség évről évre biztosítja az egyesületek kiszámítható fejlődését, jelentős szerepet játszik abban, hogy folyamatosan erősödni tud az együttműködés a hivatásos és az önkéntes szervezetek között. A tűzoltó egyesületek 2020-ban csaknem 800.400 eseménynél támogatták a katasztrófavédelmi szervek munkáját. Pályázni hagyományosan tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki, technikai és informatika fejlesztésre, valamint az önkéntesek oktatásának támogatására lehet. Támogatás nyerhető a többi között alkalmassági vizsgálatok költségeire, szertár építésre és felújításra, EDR rádiókra, védő és technikai eszközökre épp úgy, mint tűzoltó technikai kezelői vizsgára, vagy ifjúságneveléshez kapcsolódó kiadásokra. Az idei pályázaton is kérhető támogatás olyan tűzoltó, védő és technikai eszközökre, szívó és nyomó oldali szakfelszerelésekre, kéziszerszámokra és egyéb felszerelésekre, amelyek egyébként nem szerepelnek a központi beszerzési körben, emellett továbbra is pályázhatnak az egyesületek utánfutó beszerzésre. Új elemként megjelent a gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás javítás kategóriája, amely kiváltja a korábbi működési támogatás kategóriában szereplő alkatrész és javításpontot. Egyben tekintettel van az együttműködési megállapodásban szereplő gépjárművek és a meglévő tűzoltó technikai eszközök felújításának, javításának, alkatrészsel való ellátásának fontosságára. A működési költségek között újdonság a riasztás támogató program díja, amely lehetővé teszi, hogy az egyesületek a helyi riasztási eljárásokra alkalmazott SMS-szervelek, mobil applikációk költségeire pályázzanak. A pályázat kiegészült a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi felszerelések, például hordágy vagy nyakmerevítő, valamint a tűzoltó sportversenyzéshez kapcsolódó eszközök, anyagok és felszerelések beszerzése költsége alkategóriákkal, emellett a szertárépítés felújítás kategória tételei között már lehet igényelni alternatív, megújuló energiára épülő megoldások kivitelezését is. Pályázni lehet természetbeni BM OKF által beszerzett tűzoltóvédő és technikai eszköz, EDR rádiók és pénzbeli, működési költség, egyéb eszközbeszerzés, gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítása, javítása, szertárépítés felújítása támogatására. Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyerhető összeg kategóriánként eltérő, a legtöbb pénzt a legmagasabb kategóriába tartozó egyesületek kaphatják. A pályázati dokumentációkat az önkéntes tűzoltó egyesületeknek 2021. március 29-éig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos tűzoltó parancsnoksághoz, amellyel az egyesületnek együttműködési megállapodása van. A beérkezett pályázatok elbírálása a pénzbeli támogatás tekintetében legkésőbb 2021. május 31-éig megtörténik.